tanévnyitó ünnepség. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ megnyitotta a 2022-2023-as iskolaévet. Újabb járdaszakasz készült el Rákos Csaba új telepen. A korábbi, balesetveszélyes gyalogos utat szüntették meg a Jászágó utca 28 és 50 szám közötti területen a szakemberek. Magyarország tortája 2022. A címet idén a szakmai zsűri döntése alapján a Huncut Szilva Herceg Fantázia nevű alkotás nyerte el. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Évnyitó ünnepséget tartott a Kelet-Pesti Tankerületi Központ. Az augusztus 30-ai esemény keretében a 2022-2023-as iskolaévhez kapcsolódó legfontosabb változtatásokról, közérdekű információkról folytattak eszmecserét a megjelentek. A rendezvényen Dunai Mónika, országgyűlési képviselő, dr. Fekete Ildikó, tankerületi igazgató, D. Kovács Róbert kőbánya polgármestere, dr. Füzesi Péter Rákosmente alpolgármestere, valamint a 10. és 17. kerület oktatási intézményeinek vezetői egyaránt részt vettek. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola egy hajdani növendékének, Kovács Kincsőnek hárfajátékával vette kezdetét a Kelet-Pesti Tankerületi Központ tanévnyitó ünnepsége, ahol először Dunai Mónika, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kitért a pandémia által okozott nehézségekre és az online oktatás időszakára, amely alatt az intézményvezetők, valamint a pedagógusok példamutató helytállást tanúsítottak. Azt a reményemet szeretném önökkel megosztani, hogy ez a tanév talán, és ez egy remény, nyugalmasabb és kiszámíthatóbb lesz, mint az elmúlt 2-3 év volt. Nagyon szeretném itt erről a helyről is megköszönni azt a helytállást, azt a tartást és azt az erős szakmai munkát, amelyet önök itt a tankerületben, az iskolákban, minden munkatárssal együtt, pedagógusokkal, oktatást segítő munkatársakkal együtt a pandémia időszakában nyújtottak. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a rendezvényen D. Kovács Róbert, kőbánya polgármestere is, aki az intézményesített nevelés jelentőségét emelte ki megszólalásában. Ezt követően dr. Füzesi Péter, Rákosmente alpolgármestere kitért rá, a helyhatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a lehetőségekhez mérten támogassa a diákokat, ezért is hívják életre hosszú évek óta az önkormányzat saját szervezésű napközistáborát, ahol a gyermekek 8 héten keresztül változatos programokon vehetnek részt egy barátságos közösség tagjaként, mindemellett biztosított részükre a napközbeni felügyelet is, ameddig dolgoznak a szüleik. A városvezető hozzátette, a jelenlegi gazdasági helyzet ugyan kihat a mindennapokra, mégis elengedhetetlen, hogy minél kevésbé legyen mindez érzékelhető. Nem biztos, hogy sokkal könnyebb időszak következik el az életünkben, hiszen most egy kicsit meg kell húzni a nadrágszíjat, és ehhez kell alkalmazkodnunk nekünk is, és ez valószínűleg picit le fog csapódni azokért is, akikért felelősek vagyunk, de én azt gondolom, hogy ezt úgy kell megtennünk, hogy ez minden kevésbé legyen érzékelhető. Én ehhez kívánok nagyon sok erőt, és én sem szeretnék ilyen negatív véget ennek a köszöntőnek, de kívánom azt, hogy végre újra közösségben legyünk, és jól érezzük magunkat, és támogassuk egymást, és önök pedig tényleg a gyermekekben találják meg azt az örömet, amiért ezt a pályát választották. Dr. Fekete Ildikó, aki már 10 éve látja el a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatói tisztségét, szintén köszönetét fejezte ki a megjelent intézményvezetőknek és helyetteseiknek. Beszédében ismertette a 2022-2023-as tanévre vonatkozó elképzeléseket, valamint arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémásabb időszakban sem szabad elfelejteni azt, hogy reményt kell adni a tanulóknak. De a mi feladatunk, a miénk, akik azért vagyunk még ezen a pályán, mert szívvel, lélekkel tesszük a dolgunkat, az, hogy ezen nehézségek közepette is reményt tudjunk adni. Reményt a gyerekeknek, reményt a szülőknek,
egymásnak, reményt minden nap önmagunknak, hogy érdemes és muszáj újrakezdeni. A folytatásban a következő ciklusra is megválasztott kőbányai igazgatóknak gratuláltak a szervezők, majd két nyugállományba vonuló intézményvezetőnek, a 10. kerületi Szent László gimnázium éléről 30 év után távozó Sárkány Péternek, illetve Bondor Máriának, a Rákosmenti Cimre Gyula általános iskola szintén nyugdíjas éveit megkezdő igazgatójának köszönték meg az eddigi alázatos szakmai munkát. A Jászágó utca 28 és 50 szám közötti korábbi balesetveszélyes szakasz megszüntetése céljából készült el egy 200 méter hosszú járda, amely így már biztonságos közlekedést teremt a közeli hipermarkethez igyekők számára. Halász Dezső, a kerületrész önkormányzati képviselője a fejlesztés megvalósulását megelőzően személyesen egyeztetett a környékbeliekkel, valamint a kivitelezőkkel, ezúttal pedig a beruházás részleteiről adott tájékoztatást a helyszínen. Tovább folytatódott Rákosmente önkormányzatának járdafelújítási programja. Ezúttal Rákos Csaba új telepen, a Jászágú utcában egy 200 méteres szakasz korszerűsítését végezték el a szakemberek. Mint azt Halász Dezső, a kerületrész önkormányzati képviselője elmondta, a korábbiak során a Hektár utcában történtek hasonló jellegű munkálatok, az aktuális fejlesztés pedig teljes mértékben helyhatósági forrásból valósult meg. 40-45 éve ezelőtt készült el az itteni járda, aminek nem volt alapja, és 40x40-es betonlapokkal volt kirakva végig ezen a szakaszon, és ez ugye izeket mozgott, elmozdult, nem lehetett tolni rajta a hólapádat, mert elakadt, söpölni, tehát a takarítása az katasztrófa is volt, és menni is rajta, és nem bugdásoltak rajta az emberek, úgyhogy nagyon ráfért már erre a szakaszra is a felújítás, és mondom még egyszer, 200 méter hosszan sikerült ezt megvalósítani. A képviselő hozzátette, a kivitelezők egy hét alatt készültek el a Jászágó utca 28 és 50 szám közötti szakaszt érintő feladatokkal. A megújított rész elsősorban a közelben elhelyezkedő hipermarkettel teremt kapcsolatot, amelyet sokan gyalogosan közelítenek meg vásárláskor. Az itt lakókkal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, hogyha bármilyen gond, probléma felmerül, azt a vállalkozó felé rugalmasan tudjuk kezelni, hogy a kijárás, bejárásnál a járda csatlakozása, hogy idomuljon a telekhez. Mindenhol sikerült ezt megoldani könnyedén. Egy hét alatt elkészült ez az egész beruházás, nagyon gyorsan ment, flottul, annyi szépségi beje van, hogy mit fognak még a 40-40-es lapok, amik elszálltásra fognak majd kerülni, két helyen fogjuk ezeket majd újra hasznosítani, ahol még nagy szükség van rá. Nagyon örülnek az itt lakók, hiszen egy nagyon fontos járdaszakasz, mivel ez a lakóközösség, aki itt él, itt a Jászágó utcán közelíti meg a Smár üzletet, és nagy forgalommal bír. Botos László hosszú évtizedek óta él Rákos Csaba új telepen a Jászágó utcában, így személyesen is megtapasztalhatta, hogy a korábbi leromlott állapotú, balesetveszélyes járda sokszor nehezítette meg a helyiek életét. A mostani korszerűsítés azonban nagy segítséget jelent a számára is a közlekedésnél. 45 éve lakom itt, azóta a régi járdát tapossuk, ami már meg volt töredezve, fogákba kinőtte a gaz és a többi, meg hát egy kicsit baleset veszélyes is volt, mert sötétben nem lehetett látni. Most ez nagyon tökéletesen sikerült, kontaktust tartottam itt az emberekkel, beszélgetünk, nagyon ügyesen csinálták a nagy melegbe, le a kalappal minden elismerésem, és bízom benne, hogy a következő generációk is úgy fogják használni ezt a járdát, mint amilyen szeretettel vártuk és elkészült. Halász Dezső végezetül kitért rá, hogy a naplású Tarcsai út forgalomtechnikai változásával kapcsolatban nemrég megszületett döntés okán, valamint a Budapest közút ZRT-vel történt egyeztetést követően ősztől megtörténik a környéken lévő utcák lakó-pihenő övezeti besorolása, valamint a meglévő fekvő rendőrök magasságának megemelése, az intézkedések által pedig még inkább garantáltá válik a gyalogos forgalom biztonságossá tétele. Idén 16. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete. Ebben az esztendőben 28 gasztronómiai alkotás közül választották ki a nyertes édességet, amely ezúttal egy szilvás, fahéjes kompozíció lett, Huncut Szilva herceg elnevezéssel. Mindemellett 2022-ben is döntöttek a Magyarország cukormentes tortája címről, amelyet idén a Nagyi kedvence Fantázia nevet viselő sütemény nyert el.
2022-ben 28 gasztronómiai alkotás közül választotta ki a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének szakmai zsűrije azt az édességet, amely az idei évben viselheti a Magyarország tortája címet. Ezúttal egy nagykőrösi cukrász, Huncut Szilva Herceg Fantázia nevet viselő szilvás fahéjas kompozíciója lett a győztes. Varga Renáta az egyik rákosmenti cukrászdahálózat irodai asszisztense, a sütemény különleges ízvilágát szolgáltató összetevőket ismertette. A torta alapja az egy mogyorós felvert, búzalisztmentes, illetve karamellizált csokoládés robogós található benne, a krémje vörösboros szilvás csokoládémusz, van benne egy zseléréteg, ami erdei áfonya, illetve szilvát tartalmaz, és a tetején pedig van egy házi szilva püréből előállított áthúzó. Idén, immár 11. alkalommal, az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal együttműködve választották ki Magyarország cukormentes tortáját az ítészek, amely egy szegedi cukrász, nagyi kedvence Fantázia néven forgalomba kerülő süteménye lett. Ez egy pisztáciás, mascarpone és mánás torta. Kókuszlisztből és mandulalisztből készül az alja, van benne egy fehér csokolád és pisztácia ropogós réteg, málnavelő, illetve egy mascarpone mousse, és a tetejét pedig egy hibiszkusz virágos csipkebogyós velő teszi teljessé. Varga Renáta továbbá hozzátette, a nyertes édességek iránt nagy az érdeklődés, a vásárlók fele-fele arányban keresik mindkét különlegességet. Nagyon keresik, már aznap, amikor augusztus 19-én árultuk az összes üzletünkben, már sorban álltak reggelnyitáskor, és hála Istennek nagyon gyorsan el is fogyott az a mennyiség, amit erre a napra gondoltunk, és újra is kellett rendelni. Úgyhogy nagyon, azt tudom mondani, hogy nagyon fogy, igen, hála Istennek. A győztes torták országszerte több száz cukrászdában megtalálhatók, pontos receptjüket azonban csak évvégén hozzák nyilvánosságra, az ilyenkor szokásos eljárásrendnek megfelelően. Augusztus 27-én harmadik alkalommal került sor arra a jótékonysági futóversenyre, amelynek legfontosabb célja az autizmussal élő Izsó Veronika támogatása volt. A keresztúri erdőben megtartott esemény ezúttal is a Rákoshegyi Polgári Kör szervezésében valósult meg. A helyszínen a gyermekek egy 800 méteres, a felnőttek pedig egy 4 kilométeres távot teljesíthettek. A nevezési díjakból, valamint a tombola árusításból befolyó teljes összeget a Vidám Orosztán Alapítvány kapta, amely a sajátos nevelési igényű fiatal lány családjának megsegítésére jött létre. A Kifli hajó zenekar koncertjével hangolódhattak rá az előttük álló megmérettetésre, valamint Makai Viktória ultrafutó közreműködésével melegíthettek be az immáron harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági futóverseny résztvevői. A Rákoshegyi Polgári Kör a karitatív jellegű eseményt ezúttal is a keresztúri erdőben szervezte meg, a közösségi program a Vidám Oroszlán Alapítvány, valamint az autizmussal élő Izsó Veronika támogatásának érdekében jött létre. A fiatal lány, aki az idei esztendőben töltötte be 18. életévét, maga is teljesítette az egyik távot a speciális kerékpárjával, miközben családja egészen a célig kísérte. Mint Izsó László, Veronika édesapja elmondta, örömmel és meghatódottsággal tölti el, hogy ilyen sokan járulnak hozzá ahhoz, hogy könnyebbek legyenek számukra a mindennapok. Hozzátette, az otthonuk akadálymentesítése céljából éppen lakásfelújítás zajlik náluk, az idei évben befolyó összeg ehhez nyújt jelentős segítséget. Nagyon nagy megtiszteltetés, azt kell mondjam, és mindig köszönjük ezt a segítő szándékot és a hozzáállást. Ez nekem főleg a családfenntartó apaként nehéz ezt feldolgozni, hogy mástól kell elfogadnom segítséget, de muszáj, mert a pluszköltségek azok szükségesé teszik. Az esemény megszületése Haraszti Andrea nevéhez fűződik, aki 10 éve ápol baráti kapcsolatot az Izsó családdal. Annak idején egy felhíváson keresztül ismerkedtek meg, amely a közös ötletelést a jótékonysági futás életrehívásával kapcsolatban elindította. Úgy ismerkedtünk meg, hogy az apuka föltett egy felhívást, hogy félmaratonon kisegítene tolni neki a mozgássérült kislányát. És akkor én rendszeresen futottam, és akkor jelentkeztem. 2 kilométert futott az apuka, tolta a Verát, 2 kilométert én toltam a Verát, és akkor mindig cseréltünk. És akkor egyszer kitaláltuk azt, hogy
annyi mindenféle rendezvény van, ez Rákoshegynek is jó, nekik is jó, és 3 évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, hogy szervezünk egy jótékony futaversenyt, hogy valamivel segítsük a gyógyszereit, a kerekesszék megvásárlását, az uszodabérletét. A főszervező kitért rá, az idei rendezvény létrejöttéhez is számtalan szponzor járult hozzá. Emellett a civilek is többféle módon támogathatták Verát. A nevezési díj befizetése mellett tombola jegyek, illetve sütemények megvásárlásával egyaránt. Szabó Tiborné a kerületrész önkormányzati képviselőjeként, valamint a Rákoshegyi polgári kör elnökeként szintén rendszeresen az akció mellé áll. Úgy véli, hogy bár hosszú évek óta szerveznek ehhez hasonló futóversenyeket, azonban az ez alkalommal tapasztalható összefogás példátlan erejűnek bizonyul. Van itt palacsinta, lángos, zsíros kenyér, mindenféle szörpök, és rengeteg jó szándékú ember, aki azért jön futni, hogy a nem kötelező nevezési díjjal, amit az Izsó család alapítványára, tehát nem nekünk fizetnek be, részt vegyenek ezen a rendezvényen, és süteményt vásárolnak, hoznak mindenféle felajánlásokat. Nagyon komoly ajándékot kaptunk. Most nem akarom felsorolni, mert nem tisztem, és nem biztos, hogy azt mondják, hogy ez a reklámhelye, de utazási jegytől kezdve mindenféle utalványokat, szóval áruházaktól, tehát nagyon-nagyon sok jó szándékú ember van, és én ezt nagyon régóta megtapasztaltam, hogy a jó cél érdekében még akár az ellenfelek is össze tudnak fogni, hogy támogassák. A gyerekek 800 méteres versenye volt az első táv, amelyet megtartottak, ezt követően pedig a felnőttek teljesíthették a 4 kilométeres erőpróbát. Utóbbit Beda Szabolcs nyerte, aki közel 30 éves sportol, és mint elmondta, általában hosszabb távokra szokott nevezni, így számára ez a néhány kilométer egyfajta bemelegítésnek számít. Alapvetően inkább ultrafutó vagyok, tehát én és már 24 órától kezdve 48 óráig mindenféle távokat futok, úgyhogy nekem ez tényleg nagyon rövid volt ez a 4 kilométer, úgyhogy otthonról futva érkeztem, ez egy ilyen 21 kilométer volt ide, csak azért, hogy kicsit belegyek melegedve, mert nekem 4 kilométer az még ahhoz is kevés, hogy bemelegítsek. Gulyás András mozgássérültként rendszeres résztvevője a futóversenyeknek. Verával való személyes ismeretsége mellett az egyik legfontosabb indítatása az volt, hogy megmutassa mindenkinek, a megváltozott állapot ellenére sem szabad lemondani az állandó testmozgásról. Ezután a 4 kilométeres szakaszt választotta, és a beérkezést követően osztotta meg tapasztalatait. Nagyon jó volt, szerencsém, most az idő is nagyon jó volt, nagyon jó társaság, nagyon jó verseny, jövőjel is jövünk mindenképpen. Izsó Veronika gyógyulásához bárki hozzájárulhat a Vidám Oroszlán Alapítvány számla számára történő utalással, továbbá a személyi jövedelemadó 1%-ának részükre történő felajánlásával. A pápán megrendezett teke országos utánpótlás seregszemlén ismét sikeresen teljesített a Rákoshegyi VS-e. Diviki Szabolcs bronzérmet, Pásztor Enikő a dobogó második helyét szerezte meg, Bálintvi Szintia pedig 5. lett. Az igazolt serdülő A leány korcsoportban Kis Horváth Luca aranyérmet nyert, Balázs Blanka Angéla a dobogó 3. fokára állhatott, Juhász Gréta 5., míg az ifjú Danóci Kinga B korcsoportban a 4. helyen végzett. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Augusztus 25-én tartotta e-havi rendes képviselő testületi ülését Rákosmente önkormányzata. A polgármesteri beszámoló keretében a kerületet a közelmúltban érintő beruházásokat vette sorra Horváth Tamás városvezető, aki egyebek mellett felidézte, hogy a szakemberek felújították a Rákoshegyen található Szabad Május téri kosárlabdapályát, illetve új aszfaltburkolattal látták el a Kévevágó utca korábban leromlott állapotban lévő pályaszerkezetét. A nyár folyamán újabb kisgyermeknevelő intézmények korszerűsítése valósult meg, valamint az új lakuszoda, öltözőblokkjai és illemhelye is a 21. századi körülményeknek megfelelő kialakításban részesültek. Polgármesteri beszámolóval vette kezdetét Rákosmente önkormányzatának nyári szünetet követő első képviselő testületi ülése augusztus 25-én. Horváth Tamás az elmúlt 2 hónap legfontosabb kerületi vonatkozású történéseit foglalta össze. Elsőként pedig arról adott hírt, hogy az elmúlt hónapok során is folytatódott a helyhatóság köztéri sportpályák fejlesztésére vonatkozó projektje, melynek keretében júliusban a Rákoshegyen található Szabad Május téri kosárpálya felújítását végezték el a szakemberek. Helyreállítottuk a kosárpalánkokat és a kerítést is.
A hírekből pedig úgy halljuk, hogy az itt élő fiatalok már birtokba is vették a pályát, és ha megengedik, néhány különlegességet mondanék el a pályáról. A Pázsit új generációs gyártási technológia, mert rugalmas, ízületkímélő, többféle színben elérhető, ezért nincs szükség a vonalak, illetve a különböző pályarészek festésére, 100%-ban garantált a színtartás. A pálya vizeletésének köszönhetően nem alakulnak ki tósák, és a pálya töltőanyaga a kvarcomok, nem pedig gumigranulátum, nem tartalmaz semmilyen káros anyagot, ezért a pálya hosszú időn keresztül megőrzi az állagát. Továbbá útfejlesztési munkálatok is megvalósultak a kerületben. Ennek részeként Rákoskeresztúron, a Kévevágó utcában új aszfaltburkolatot kapott a teljes útszakasz. Utalt rá a városvezető. Június végére készült el az új megújult utca, amelynek teljes költsége bruttó 27 millió forint volt. Mindemellett Rákoshegyen is gőzelővel zajlottak ugye a felújítások, reméljük ezt a napokban át tudjuk adni, és akkor egy hivatalos átadót is fogunk majd tartani. 1,2 milliárd forint összegben 4 szolgáltatásból álló lakossági zajvédelmi programot indít a Budapest Airport ZRT. A több mint 10 éve futó és 2022 őszétől kiterjesztett formában elérhető kezdeményezés célja, hogy a lakó ingatlanok nyílászáróinak utólagos szigetelése vagy cseréje által a fővárosi repülőtér környezetében élők zajterhelése mérsékeltebb legyen. Horváth Tamás polgármester kiemelte, dr. Bakos András alpolgármester közbenjárásának köszönhetően a zajszennyezésnek igencsak kitett Rákoshegyen jóval szélesebb körben válik elérhetővé a program, mint az eddigiekben. Jelentősen nagyobb területen biztosít részvételi lehetőséget, mint a zajvédő vezetben, amit a jogszabály jelöl ki jelenleg. Ugye ebben most pillanatilag perben vagyunk, ugye az új zajgátló vezet kijelölése miatt. A szakértői vélemény már elkészült, úgyhogy kíváncsian várjuk a bíróság döntését, hogy mi lesz. Egyébként annyi plusz van még ebben a programban, hogy a hálószobáknál nem csak az ablak szigetelés valósul meg, hanem igény esetén ventilátorokat is építenek be a reptér saját költségén, hogy ha zárt ablaknál alszunk, akkor levegő csere biztosítva legyen. Bezárták kapuikat Rákosmente önkormányzatának nyári táborai, melyek ebben az évben is több száz gyermek számára biztosítottak felhőtlen szórakozást a szünidőben. Folytatódott továbbá a helyhatóság intézményfejlesztési programja is, amely számtalan helyi óvodát és bölcsödét érintett. Kipkop bölcsöde, valamint a Mici Mackó, Mákvirág és a Hófehérke, és a Napsugár óvodák külső területének egy része műfőzést kapott, így korábban a sáros, poros területeket a gyermekek számára kedvezőtlenebb időben is használhatóvá tettük. A ne felejtsd bölcsödében a teraszokat öntött gumiburkolattal láttuk el, így biztonságosabb játszóhelyük lett a kicsiknek. Befejeződött a piroska óvoda tetőszigetelésének is a felújítása. A robogóvodában felújítottuk a konyhát, valamint az óvoda két épületrésze, és a toldozgatott épületszárnyak fölött egy teljesen egységes tetőt alakítottunk ki. Ezen kívül az épület egy része hőszigetelést kapott, és egy teljesen egységes új színezést is kapott az épület. Amint a városvezető utalt rá, idén ősszel is meg lesz tartva a hagyományosnak tekinthető lomzsákosztás. A lakosság szeptember közepétől veheti át a zsákokat, a körzete szerint meghatározott helyszíneken és időpontokban, melyekről az érintettek hamarosan az önkormányzat különböző internetes felületein tájékozódhatnak. Horváth Tamás végül elmondta, hogy a teljes öltözőblokk, valamint az illemhelyek korszerűsítése által megtörtént az új lakuszada egyes helyiségeinek felújítása. A lezárt részeket előre láthatóan szeptember 5-től vehetik használatba a fürdővendégek. A polgármester egy tájékoztatást követően a közbiztonsági beszámolót ezúttal Istó Gergely rendőr alezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője tartotta meg. Mint utalt rá, a rendőrség felkészült a közelgő tanévre, a szülők, valamint a gyermekek biztonságos iskolába érkezéséhez pedig minden segítséget meg fognak adni az állomány tagjai. Forgalom technikai bejárások tegnapi napon megtörténtek az iskola kezdéssel kapcsolatban az iskoláknál. Itt szeptember 1-én minden iskolánál ott leszünk segítve a közlekedést és az iskolába érkezést. Ebben a közterület felügyelet és a polgárőrség nyújt nekünk segítséget, ezt követően pedig még a szeptember hónapban a kiemelt frekventált közlekedési gócpontokkal rendelkező iskoláknál fogjuk segíteni a iskolába érkezés és onnan távozás balesetmentes lehetőségét megteremtve. Az ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott.
A határozat hozatalt igénylő előterjesztések részeként a képviselők többségi döntése mellett fogadták el azt a javaslatot, amely Rákosmente integrált településfejlesztési stratégiáját irányozza elő a következő 3 évre vonatkozólag, beleértve a 2022 és 2025 között elinduló fejlesztéseket és beruházásokat. Emellett azon rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés is elfogadásra került, amelynek értelmében a helyhatóság is csatlakozott a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó pályázatához. A következő hónapban esedékes testületi ülésre szeptember 22-én kerül majd sor. Tanévnyitó értekezetet tartottak a 17. kerület kisgyermeknevelő intézményeinek vezetői augusztus 24-én. Az óvoda vezetők az ülés során az idei nevelési évet érintő legfontosabb feladatokat dr. Füzesi Péter alpolgármester és dr. György Zsuzsa Ágnes jegyző jelenlétében tárgyalták meg. Az eseményen ünnepélyes keretek között Horváth Tamás polgármester részvételével köszöntek el Nagyné Szabó Etelka és Márkus Lászlóné nyugdíjba vonuló óvodapedagógusoktól is a helyszínen. Az idei nevelési év megnyitójával egybekötött vezetői értekezletet tartottak a rákosmenti óvodák vezetői augusztus 24-én. Az eseményen szó esett az intézményekben a nyár folyamán megvalósuló felújításokról, illetve a létesítményeket érintő aktuális feladatokról. M. Tóth Katalin, az óvoda vezetők szakmai szervezetének vezetője hangsúlyozta, fontos, hogy a kerületi óvodák munkaterv alapján előre tervezett és szervezett rendszerint működjenek. Nagyon komplex a működési tartalom, hiszen felöleli az óvodák működésén kívül az önkormányzattal való együttműködést, a nevelési tanácsadóval, vagyis a PSK-val való együttműködést, a bölcsődékkel való együttműködést. Tehát nagyon széles spektrumban kell megtervezni az évet, hogy zökkenőmentesen el tudjuk látni a 17. kerületi óvodákban a gyerekeket. Az ülésen dr. Füzesi Péter alpolgármester is részt vett, és mint elmondta, a Rákosmente önkormányzata rendszeresen tart megbeszéléseket az óvoda vezetőkkel, annak érdekében, hogy közösen gondolkodjanak az intézmények jövőjéről, valamint a fejlesztésekről, mind infrastruktúrális, mind pedig pedagógiai szempontból. Rendszeresen tartunk megbeszélést annak érdekében, hogy közösen gondolkodjunk az óvodák jövőjéről, problémáiról, mi az, ahogy tudjuk fejleszteni az óvodák, mind a pedagógiai munkát, mind pedig az infrastruktúrát, és most ugye következik az új nevelési év, és most is összeültünk, és nagyon jó ötleteket mondtak az óvodavezetők, és minden óvodánk felkészült arra, hogy fogadja szeptembertől ugye a gyermekeket, már amikor a szülők is visszatérnek a nyaralásba, és 100%-os feltöltöttséggel tudunk menni. Az óvintézkedéseket megtettük ugye az egészségügyi problémákkal kapcsolatban, és minden pedagógusunk készen áll arra, hogy a gyermekeket várja. Az értekezletet követő Horváth Tamás Rákosmente polgármestere jó kívánságokkal köszöntötte a nyugdíjállományba vonuló kerületi óvodavezetőket. A városvezető az eddigiekben a Csicsergő óvoda élén álló Nagyné Szabó Etelkának, valamint Márkus Lászlónénak, a Hét Színvirág óvoda nyugdíjas éveit megkezdő vezetőjének egy-egy virágcsokrot is átadott a helyszínen. A kollégák kedves gondolatok és ajándékok kíséretében köszöntek el tőlük, majd az esemény kötetlen beszélgetéssel és közös ebéddel ért véget. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!